Köszöntöm nézőinket! A verseny lényegét majd megtudják kicsit később, és az egész rendezvénynek a lényegét most gyors interjú az elején, és aztán majd bővekben. Köszöntöm Károly István urat, a Farm Traktor Kickbox SE edzőjét. Miért jött létre ez a mostani rendezvény? Ez a rendezvény azért létre, mivel van egy világversenyzőnk, Takács Rita, akit rá akarunk tenni profi világranglistára. Ennek ez az előmérkőzése, Magyarországon először történik ez meg, ő mérkőzik 5-es mérkőzésen Szuzán Nikolettával, egy román versenyzővel. Hát azért tettük erre a vidék ezt a mérkőzést, itt már is volt kickbox mérkőzés, és találtunk egy olyan védnököt, mint a Balogh Gyula úr, aki ezt megtámogatta ezt a rendezvényt, ő látta ennek a jelentőségét, hogy ez nagy kaliberű rendezvény, országos rendezvény, és azért hoztuk ide a Vásárosnaményban. Ami hát megtiszteltetés a környéknek is. Természetesen, mi a Magyarországon először van ez a rendezvény, ingyen lett bejön a nézőknek, tehát az megint egy jó dolog, jótékonysági a rendezvény, mivel a fogyatékos gyermekeknek rendeztük. Reméljük a mérkőzések jók lesznek, és az itt lévő nézők, a beleg emberek jó fogják érezni magukat. Köszönöm szépen, és akkor térjünk át a mai este sztárjára, Takács Ritára, akinek az eredményét én majd a későbbiekben elmondom, hogy eddig mit értél el, akár a kövivágban, akár kickboxban. Rita, mennyire izgulsz ilyenkor a mérkőzés előtt néhány órával, vagy már megszoktad az ilyen rendezvényeket, nem az ilyet kicsit kisebbeket? Megszoktam, azért nekem már ehhez elég nagy meccs rutinom van, úgyhogy ilyenkor már nem izgulok, ilyenkor már csak próbálok ráhangolódni a mérkőzésre, arra, hogy mit fogok csinálni, hogy csinálni. Hát az ellenfelet azt így nem nagyon szoktam szugerálni, úgyhogy csak magammal foglalkozok már ilyenkor. Rita, mi történik akkor, ha nyersz, mert legyünk optimisták, tehát akkor hova kerülsz, hova jutsz, mit érsz el, mit érhetsz el talán? Ezzel még nem jutok sehová, ez még csak egy előkészítő mérkőzés lesz arra, hogy én majd fölmérkőzhessek a profi világ ranglistára, és erre kell nekem legalább 3-4 ilyen mérkőzés, ilyen többmenetes mérkőzés, amivel felmérhetem magam, hogy milyen szinten állok mégis. Először vívsz 5-menetes csatát, mennyire vagy erre fizikailag felkészülve, hogy érzed? Nagyon sokat edzettem, minden nap edzek mostanában, 2 órát edzek. Én úgy érzem, hogy elég jó kondimban hozzá, tehát én bízok magamban, hogy jó kondimban, hiszen itt már azt számít, hogy kinek van jobb kondia 5-menetnél. Ez lesz még az első sajnos belőle. Hát ilyen szempontból egy kicsit úgy izgulok, de én bízom magamban. Hát reméljük, hogy a harmadik menet után nem fogy el a szufla. Mit tudsz az ellenfélről? Mérkőztem már vele full kontaktban is és light kontaktban is. Inkább ilyen kontrázós típus, úgyhogy én leszek a kezdeményező fél, viszont nagyon oda kell figyelnem, hogy mit, hogy csinálok, mindent pontosan kell csinálni ilyenkor, hiszen ütést azt ilyenkor nem nagyon szabad kapni. Pontozás vagy kiütés, mi lehet a célravezető? Én szeretnék most az egyszer már végre kiütést végrehajtani, de szerintem pontozás lesz a vége, hiszen ez még az első 5-menetes mérkőzésem. Reméljük, hogy te javadra, és akkor kezdődjön a show. Neked sok sikert kívánunk, Rita, és nagyon fogunk izgulni, ezt ígérjük. Köszönöm szépen az interjút, kedves nézőink! Néhány perc múlva pedig kezdődik maga, amint már mondtam, a show. Nagyon sok rendezvényel és sok-sok mérkőzéssel, bővebben egy picit később. Most pedig már, kedves nézőink, a gyerekek, amint beharangoztam a piros sarokban, Szőke Ákos látható, míg kék sarokban Kis Kitty. Elég nehéz megkülönböztetni a két versenyzőt, megjegyzem, mert elég egyformák nem csak a ruhájuk alapján, hanem kinézetük alapján, és még akkor is, ha két ugyanbár lány, amíg Ákos fiú természetesen. Tehát akkor Kitty és Ákos. Fura lehet azoknak, akik ökölvívó mérkőzéseket láttak csupán eddig, ha küzdősportról volt szó, vagy talán birkózást, hiszen itt kickboxban néha-néha gálamérkőzéseken abszolút megengedett az, hogy ellenkező neműek vívjanak egymás ellen, nem beszélve akkor, amikor gyerekekről van szó, úgy, mint jelen esetben is. Kitty egyébként a beugró, egy másik fiatalember volt kisorsolva Ákos ellenfeleként, de aztán Kittyt jelölték meg, hogy ő vívjon Ákossal. Arra figyelnek, hogy Ákos fehér kesztyűben, míg Kitty pedig sötét kesztyűben vív. Ugye gyermek kickbox, nyilvánvaló, hogy light contact. Egyébként 3x1 perces menetekről van szó. Most mutatják be a két. Másodikos Szőke Ákos, 8 éves ugyebár, 97 óta foglalkozik
kickboxal, illetve a karatéval. Konfóban már világkupa győztes, róla van szó. Aki hát az edzőjétől már kapja is az utasításokat, hogy mit is kellene csinálni. Kitty egy éves sportol, és a diák olimpián volt már helyezett Kitty. És egyelőre körülbelül azonos súlycsoportban vannak minden tekintetben, nem csak szó szerint a súlyukra értve, hanem a küzdő hevükre is. Kitty egyébként, én ahogy látom, többet gondolkozik a ringben. Tehát ő figyel arra, hogy az ellenfele, nevezetesen Ákos, mire készül, miben erősebb, és Kitty pedig próbál közbeszúrni, és több pontos ütése van Kittynek, még akkor is, ha Ákos most nagyon szépen betalált, kétszer-háromszor testre, amit Kitty nem tudott védeni. A nézők pedig, kedves nézőink, a jelenlévő nézők, úgy látom, hogy az ő szimpátiájuk Kitty felé irányul. És most is Kitty próbálkozott. Úgy látszik, hogy az a két-három ütés, amit bekapott, ezeket most védte, azok nagyobb sebességre ösztönözték. Most Kitty ment előre, de ő kapott közben, ez betalált, úgy láttam. Ákos kettőt védett, a harmadikat már nem tudta, és ez a vége a második menetnek. Jöhet az eredményhirdetés. Nézzük, hogy a két fiatal közül melyikük volt a jobb, és melyikük kap, gondolom én, serleget. Igen, hát a játékvezető úgy döntött, hogy náluk még a biztatás a cél, mindketten nyertek, ő szerinte. Na most nem tudom, hogy mindketten kapnak-e díjat. Ezt még megvárjuk, és még azt mondom, hogy kiadja majd át. Krivács András, a fenyvescsárda tulajdonosa adja át a díjat Kittynek és Ákosnak. Gondolom, hogy mindketten kapnak, bár nem vagyok most egészen biztos benne. Egy vagy két serleg van ott a kezekben. Egyet látok. Nem, mégiscsak kettő. Tehát mind Ákos, mind Kitty részesül a díjakban. Abszolút ösztönzés a célja még eznek a díjazásnak természetesen, de hát reméljük, hogy ebből a két versenyzőből majd a jövőben lesz valami, úgymond, tehát elérnek majd szép sikereket ifjúsági, majd felnőtt versenyzőként.